Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el a helyünket, testvéreim, és mielőtt kezdő életünket énekelnénk, ahogy láthatják a testvérek, készült gyülekezetünk zenekara is. Lesz egy ének, amit majd zenekari kísérettel fogunk énekelni. Egy dicsőítő ének az igehirdetés után. De hogy a gyülekezet ne akkor hallja először a dallamot, és hogy közösen tudjunk énekelni, ezért most még itt a Isten tiszteletünk elején, minden előtt egyszer megmutatnánk ezt az éneket, hogy hogyan is szól, csak zongora kísérettel. Kérnénk egy igen. Ennek az éneknek az a címe, hogy a mennyben fenn a trónusnál, és hát virág vasárnapi ünnepi Isten tiszteletünket ezzel is szeretnénk gazdagítani, hogy egy ilyen nem fekete énekeskönyvi, hanem egy újabb, modernebb éneket, dicsőítő éneket is énekelünk. Aki ismeri ezt az éneket, az nyugodtan énekelheti, mi a fiatalokkal megpróbáljuk itt az éneket vezetni, én is. Ez csak az első lesz, a több eszakos lesz, és lesz majd vezetés Bakó Dorina személyében, tehát ő fogja az éneket vezetni. Most csak halljuk a dallamot, meg a szöveget. Thank you.
tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Virág vasárnap történetét, úgy, ahogyan János evangélista ezt elénk adja. János evangéliumának 12. fejezetéből olvasom az igét, a 12. verstől a 19. versig terjedő szakaszból. János evangéliumának 12. fejezetéből a 12. verstől kezdve így szól Isten igéje. Másnap, amikor az ünnepre érkező nagy sokaság meghallotta, hogy Jézus Jeruzsálembe jön, pálma ágakat fogtak, kivonultak a fogadására, és így kiáltottak. Hozsánna, áldott, aki jön az Úr nevében, Izrael királya! Jézus pedig egy szamár csikóra találva felült rá, ahogyan megvan írva, ne félj Sion leánya, íme királyod jön, szamár csikón ülve. Tanítványai először nem értették mindezt, de miután Jézus megdicsőült, visszaemlékeztek arra, hogy az történt vele, ami meg volt írva róla. Bizonyságot tett mellette a sokaság, amely vele volt, amikor Lázárt kihívta a sírból, és feltámasztotta a halálból. Ezért is vonult ki elé a sokaság, mert hallották, hogy ezt a jelt tette. Farizeusok pedig így szóltak egymáshoz, látjátok, hogy semmit sem tudtok elérni? Íme a világ őt követi. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatásán, szívünkbe fogadásán és megtartásán, hogy megteremhessük áldott és jó gyümölcseit, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Hozsánna, hozsánna, áldott az Úr neve. Úrunk, engedd meg, hogy mi is a jeruzsálemi nép szavával köszöntsünk téged ezen a mai csodálatos reggelen. Áldjuk szent nevedet, hozsannát zenjünk neked, amiért megtartottál bennünket, amiért megváltottai lehetünk, hozzád tartozhatunk. Urunk, köszönjük neked a te kegyelmedet. Köszönjük neked, hogy te emberré lettél, érettünk. Királyok királyaként, a menny és föld uraként vállaltad az emberi sorsot, a szenvedést, a halált, hogy nekünk új életünk lehessen. Hozsánna a te szent nevednek, Urunk. Hozsánna, áldott legyen a te neved minden kegyelemért, amiben minden nap részeltet bennünket. Urunk, őszinte szívvel hagyjuk meg bűnbánatra a fejünket. Könyörgünk, bocsáss meg vétkeinket, bocsáss meg botlásainkat, bocsáss meg, amikor nem a te akaratod szerint cselekszünk. Tisztíts bennünket ezen a mai Isten tiszteleten is. Táplálj bennünket igéddel, formálj bennünket lelked erejével, hogy ne vétkezzünk többé, hogy mindenben a te akaratodat tudjuk teljesíteni. Kérünk, szent lelkeddel áld meg Isten tiszteleti közösségünket, áld meg az igére figyelő szíveket, és áld meg az ige hirdetést is. Urunk, tedd áldássá ezt a napot számunkra. Jézus Krisztus nevében hallgass meg imánkat. Amen. Készüljünk testvéreim az ige hallgatására és befogadására. A 47. Zsoltár első versét énekeljük. A 47. Zsoltár első versét, a 47. Zsoltár első verse így kezdődik. No, minden népek, örvendezzetek és tapsoljatok, Istent áldjátok! Yeah.
segítségül hívásával kívánok hirdetni ma közöttetek, írva található az imént felolvasott ige szakaszban, János írása szerinti evangélium 12. fejezetében, 12. vers a 19. versig terjedő szakaszban, melyhez hozzáolvasom Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez egy második leveléből, az 5. fejezet 7. versét, amely így hangzik. Mert hitben járunk, nem látásban. Ámen. Foglaljuk el a helyüket. Az elmúlt vasárnapokon, nagybőjt vasárnapjain végig mentünk Jézus szenvedés történetén. Hallhattunk ige hirdetést a Gecsemáné kerti eseményekről, amikor Judás egy csókkal árulja el szeretett mesterét, és a katonák megkötözve elviszik Jézust. Hallhattunk ige hirdetést, tanítást arról a tragikus helyzetről, amikor a főpapok számon kérik Jézuson a tetteit, de ő nem válaszol. Drámai csöndben tűri a vádakat, és nem mond semmit a főpapoknak. Aztán hallhattunk igei tanítást Pilátus előtt zajló perről, amikor a római helytartó megbizonyosodik arról, hogy Jézus ártatlan, hamis vádakkal illették őt, szabadon szeretné bocsátani, de a zsidó nép Barabás szabadon engedését követeli Jézus helyett. És végül múlt héten hallhattunk ige hirdetést arról, hogy Pilátus mindent megpróbál megtenni azért, hogy Jézus szabadon engedhesse, de a zsidó nép mégiscsak Jézus vérét követeli, és Pilátus az önös érdekeit szem előtt tartva végül enged a nyomásnak, és Jézust kiszolgáltatja a zsidóknak. Ma, nagybőjt 6. vasárnapján visszaugrunk az időben. A virág vasárnapi események elmenettek meg előttünk az ige hallgatása során. Amikor Jézus bevonul Jeruzsálembe, Szamárháton tanítványai gyűrűjében. Ha az időrendet nézzük, akkor valóban visszaugrunk az időben, de mégsem okoz törést a bőti sorozatunkban. Mert ahhoz, hogy megértsük, kicsoda is Jézus, a Szamárháton érkező messiás király, aki nem uralkodni érkezik Jeruzsálembe, hanem szenvedni és meghalni, ahhoz nagyon is jó az, hogyha látjuk, hogy ő milyen szenvedéseken megy keresztül. Hogyan is vádolják őt koholt vádakkal a zsidók, és hogyan is követelik az ő megfeszítését. Nem szakad meg a sorozatunk, mert ma a Krisztus király, a messiás király jelenik meg előttünk, ahogyan vállalja a sorsát, minden feltétel nélkül föláldozza önmagát a bűnös emberiségért. Így kapunk tiszta képet Jézusról. Arra tanít ma bennünket az igén keresztül mennyei atyánk, ahhoz, hogy felismerjük Krisztusban az igazi királyt. Az, hogy ő miért is jött erre a világra, ahhoz félre kell tenni minden emberi rációt, minden emberi gondolatot, ahhoz nem a szemünkkel kell Krisztusra tekintenünk, hanem a szívünkkel. Hitben kell felé fordulnunk, hitben kell néznünk, nem pedig látásban. Az első század végén íródott János evangéliuma, és az evangélista apostol fontosnak tartotta azt, hogy rámutasson arra, hogy Jézus az ószövetségi profécia beteljesítője. Zakariás proféciáját idézi, örvend nagyon Sion leánya, újjong Jeruzsálem leánya, királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos és szamáron ül, szamár csikó hátán. Egy ószövetségi profécia teljesedik be Jézus személyében, ahogyan ő bevonul Jeruzsálembe. De ennek az ószövetségi igének van folytatása is, ami segít megérteni, segít jobban megérteni, hogy mi is történik itt virágvasárnap. Ugyanis a zakariási proféciá azzal folytatódik, hogy az a békesség, amit a messiás király hoz el erre a földre, az nem csak egy szűk közösségnek a békessége lesz. Az nem csak ott az ígéret földjén élő, választotni békessége lesz, hanem az egész világ békessége. Egy eszkatológikus profécia fogalmazódik meg, egy jövőben mutató profécia, ami egyből világossá teszi számunkra, hogy a Szamárháton ülő Krisztus
Heródes trónját követeli. Nem is a római császárt akarja letaszítani a trónjáról, de az egész világ megváltásáért érkezik Jeruzsálembe, hogy szenvedjen és meghaljon értünk. A jeruzsálemi sokasság, amelyik Jézus köszöntésére kiérkezett, odaérkezett, ők ezt valahogy nem értették meg. Ők a saját maguk gondjaikkal, bajaikkal voltak elfoglalva. Ők úgy köszöntötték Jézust, mint aki egy új korszakot hoz el számukra. De nem eszkatológikus értelemben, nem az üdvösség, nem az Istennel való kapcsolatuk értelmében, hanem ott a földi életükkel kapcsolatban hoz el Jézus egy új korszakot. Sokat szenvedett ez a zsidó nép. Nagyon régóta nem volt már próféta, nem volt már olyan tanító, aki fényt mutathatott volna fel a római birodalom elnyomásának sötétjében. És most végre jön valaki, jön egy rabbi, egy Jézus nevezetű rabbi, aki pont úgy érkezik Jeruzsálembe, ahogy Zakariás megjövendölte Szamárhától. A zsidó nép határtalan örömmel fogadja Jézust. Pálma ágokat terítenek le elé, felső ruhájukat terítik le, hozsannát zengenek, áldott, aki jön az Úr nevében, Izrael királya, igazi királyként tisztelik Jézust. De olyan királyként, aki a mindennapos gondjaikra hoz megoldást, aki a római elnyomás alól fogja őket felszabadítani, aki egy béke korszakat hoz el számukra, egy béke és a dicső korszakát. Nem látott ez a nép, ez a tömeg, ez a hozsannát zengő tömeg, nem látott tovább. Nem látta meg Jézusban a világ megváltóját, az emberiség megmentőjét. És ezért is történhetett meg az, hogy alig egy héttel később, pénteken, feszítséget kiáltal a Pilátus udvarán, és Barabás szabadon engedését követelik. Az előbb még hozsannát zengette, királyként köszöntötték Jézust, de aztán hangtalanul tűrik, ahogyan megkötözik, ahogyan megalázzák, sőt aztán a halálát követelik. Ez a nép a szemével látott, és nem a szívével. Nem hitben járt, hanem látásban. A mindennapos gondjaikra, problémáikra akart megoldást adni. János evangélista meg is jegyzi itt az alapigényben, hogy azért is gyűlt össze ez a sokaság, mert látták, meg hallották, hogy Jézus feltámasztotta Lázárt a halálból. És aztán azt is tudjuk az evangéliumokból, hogy már máskor is királlyá akarták Jézus koronázni, amikor a több mint 5000 embert megvendégelte Jézus. Megsokasította a kenyeret és a halat, és jól lakatott vele több mint 5000 ember. Hát milyen csodálatos király ő! Isten küldte ezt Izrael népére, hogy ne kelljen többé éhezni, hogy minden gondjukat megoldja, hogy már a haláltól se kelljen félni, hiszen ő ura a halálnak is. De mindezek mögött az az emberi vágy fogalmazódik meg, hogy a mindennapos gondjainkat megoldja valaki, hogy könnyebb legyen az élet, hogy boldogabb legyen ez a földi élet. És Jézus nem csak ezért jött. Sőt, elsősorban nem ezért jött. Ő nem azért a királyok királya, mert problémáinkat meg akarja oldani, hanem ő azért a királyok királya, mert helyrehozza azt, amit mi emberek elrontottunk a bűnünkkel. Helyrehozza az Istennel való kapcsolatunkat. Krisztus király legfőbb küldetése ez. Helyreállítja Isten és az ember közötti kapcsolatot. Megvált bennünket a bűneinkből, és egy új élettel ajándékoz meg. Érdemes megfigyelni, testvéreim, hogy ma, amikor a kereszténység hanyatlásáról beszélünk, mégis vannak örömteli pillanatok, amikor egy-egy gyülekezeti közösségbe új tagok csatlakoznak. És érdemes megfigyelni azt, hogy nagyon sokszor ezek az új tagok úgy érkeznek a gyülekezeti közösségbe, tudom, hogy itt közöttünk is vannak ilyenek, hogy valamilyen tragédia érte őket. Addig nem nagyon foglalkoztak Isten kérdésével, nem nagyon foglalkoztak az egyházzal, de abban az élethelyzetükben a gyász, a betegség, a próbatételek, családi, házassági krízis, gyermeknevelési problémák, ezek mind-mind oda vezették, oda kényszerítették őket, hogy döntés hozzanak
igen, elmegyek egy gyülekezetbe, csatlakozom Isten egyházához, mert szeretnék a gondjaimra, a problémáimra a megoldást. Szeretném, ha Krisztus segítene hordozni a keresztem súlyát. Nagyon sokan így csatlakoznak a gyülekezetekhez. És ez rendjén is van, mert Krisztus valóban segít nekünk. Ő meglátja a mi nyomorúságainkat, ő látja érző szívvel, látja a szenvedő embert, és csodát tesz az életünkbe. De elsősorban ő nem ezért jött. Ő nem azért jött, hogy megoldja a házassági krízisünket. Ő nem azért jött, hogy a gyászunkban vigaszt adjon elsősorban. Ezt is megadja, mert van hatalma rá, és mert szeret bennünket, és nem akarja, hogy szenvedjünk. De elsősorban ő azért jött, hogy az Istennel való kapcsolatunkat helyreállítsa. Hogy egy új emberként tudjuk élni az életünket, a Szentlélek ereje által, a Szentlélek vezetésével. Emlékezzetek a béna meggyógyításának a történetére. Amikor megbontják a ház tetejét, és ott eresztenek le egy béna embert Jézus elé, hogy gyógyítsa meg. Mindenki várja, hogy testi gyógyulást adjon Jézus ennek az embernek, de csak annyit mond, látva a hitét, fiam, megbocsátottak a te bűneid. Jézus elsősorban nem azért jött, hogy most a béna újra tudjon járni, hanem hogy itt belül rend legyen, hogy az Istennel való kapcsolatunk rendeződjön. Megbocsátjanak a bénának a bűneit. És aztán, amikor látja Jézus, hogy mindenki értetlenül néz rá, hogy hát mi az, hogy megbocsátja a bűneit, hát azt kellene inkább mondani, hogy keljen fel és járjon, akkor ezt is megadja. Kelj fel és járj. És a béna felkelt, fogta az ágyát és hazament. De az első és legfontosabb, amiért Krisztus jött, amiért ő a királyok királya, az, hogy helyreállítsa az Istennel való kapcsolatunkat. És ezt csak akkor értjük meg, ha megnyitjuk a szívünket előtte. Ha nem az eszünkkel, nem a szemünkkel nézünk a Krisztus királyra, hanem a szívünkkel. Ha vágyunk arra, hogy ő a lelke erejével átformáljon itt belül minket. Hitben járunk, és nem látásban, mondja Pál apostol. És pontosan erről van szó, amikor a szamárháton érkező Krisztusra nézünk. Csak akkor ismerjük fel benne Isten fiát, ha hittel fordulunk felé. Jézus nem csak a problémáinkat oldja meg, azokat is nyugodtan, bátran vihetjük elé. Ő az egész életünket formálja át. Gondoljatok bele, testvéreim, amikor őszinte szívvel megnyitottátok szíveteket Krisztus előtt. Amikor már nem az volt a legfontosabb számotokra, hogy a keresztetek súlyán könnyítsetek, hanem már a figyelmetek az embertárs felé fordult. Amikor az imáitok nem azzal kezdődtek, hogy nekem mit adjon meg az Úr, hanem az, hogy én kiért tudok imádkozni, akkor az ember élete átformálódik. Egy új emberré válunk. Akármilyen mélységben is legyünk, betegség, gyász, próbatétel, kiszolgáltatottságban, amikor az ember hitben jár, amikor az ember hittel megnyitja a szívét Krisztus király előtt, akkor egy új emberré formálódik. Akkor több lesz az élet annál, mint amit látunk, amit megtapasztalunk az életben. Akkor rájövünk arra, hogy mi Isten kezében eszközök vagyunk. Hogy rajtunk keresztül munkálkodik az Úr. Rajtunk keresztül csodák történnek. Akkor rádöbbenünk arra is, hogy az imáink meghallgatásra találnak. Hogy van ereje az imáinknak. Rendeződik a kapcsolatunk Istennel. És rendeződik a kapcsolatunk embertársainkkal is. De ez csak akkor valósulhat meg, ha Krisztusra nem úgy tekintünk, mint a problémáink megoldójára, hanem elsősorban úgy tekintünk, mint az Istennel való kapcsolatunk rendezőjére. A hitben járunk, a hittel tekintünk rá. Alapigényben nem csak a hozsannát zengő nép ismerte félre Krisztust. Ők a problémájuk megoldását látták benne, ezért tudtak aztán néhány nap múlva feszítséget kiáltani. De nem csak a nép ismerte félre Jézust, hanem a farizeusok és a főpapok is, akik ott nézték, ahogyan ez a nagy sokaság hozsannát zeng Jézusnak. Ők is félre ismerték Jézust, félreértették az ő szerepét, az ő királyságát.
Nem olyan régen részt vettem egy előadás sorozaton, amelyet Köves Lomó rabbi tartott. A zsidóság hitbeli, illetve mindennapi életéről szólt az előadás sorozat, és egy nagyon érdekes gondolat fogalmazódott meg, ami számomra új volt, és egy teljesen új megvilágításba helyezte az új szövetségi főpapok és farizeusok hozzáállását, Krisztushoz való hozzáállását. Köves Lomó azt mondta, hogy a zsidóság számára mindig is nagyon fontos volt az, hogy az aktuális világi hatalommal békében éljen. Ez igaz volt egykor a babiloni birodalomban élő, szolgasságban élő zsidóságra, igaz volt a római birodalom hatalma alatt élő zsidóságra, de igaz volt akár a 20. századi hatalmakra, diktatúrák idejére is. Meg is el is mondta a Köves Lomó, hogy bizony, ha hiszük, hanem a zsidóság imádkozott Hitlerért és a kormányért, nyilván még a kezdeti időkben. És imádkozott Kortiért és a magyar kormányért, és imádkozott a kommunista diktatúrában, imádkozott a magyar kommunista kormányért is. Mert a zsidóság számára alapvető fontosságú, hogy békében éljen az adott hatalommal, függetlenül attól, hogy az milyen. Meg is fogalmazódik ez a Talmudban, így fogalmazza meg a Talmud atyák részében. Imádkozz a hatalom békéjéért, mert a tekintélye hiányában az egyik ember a másikat élve falná fel. Tehát imádkozzon a zsidó ember a hatalom békéjéért, hogy megmaradjon a hatalom tekintélye, mert ha megszűnik a tekintély, akkor az egyik ember élve falná fel a másikat. És hogyha ezt így megismerjük, ha megismerjük a zsidó gondolkodásnak ezt a részét, akkor a farizeusok és a főpapok gondolkodását is rögtön jobban meg is megértjük. Mert mi történik virágvasárnap? Jön egy neves rabbi, egy Jézus nevű rabbi, Szamár háton, ószövetségi profécia teljesül be, körülötte ott van a tanítványi sereg, és a Jeruzsálemben érkező hatalmas tömeg, ünnepi tömeg, akik az ünnepre érkeztek föl, hozsannát zengenek neki, és királyként üdvözlik. A farizeusok azt látják, hogy jön egy olyan ember, aki felborítja a békét. Jézusban ők egy lázadót láttak. Jézusban ők azt vették észre, hogy itt jön egy olyan rabbi, aki király akar lenni. És ha ő király lesz, akkor csorba esik Heródes zsidó király tekintélyén, csorba esik a római császár tekintélyén is, és felborul az a béke, amire addig úgy vigyázott. Vigyáztak a főpapok is, meg a farizeusok is. Úgy Jézusban egy lázadót láttak. Egy lázadót a sok közül. Sok ilyen volt azért a zsidó történelemben. És ők ezért határozták el, hogy nagyon gyorsan el kell némítani ezt az embert. Nagyon nem lehet késlekedni. El kell tenni az útból, mielőtt még az ünnepre feljövő sokaság őt királlyá választaná. És puccs történne. És ezért is van az, hogy virág vasárnap után alig 4-5 nappal Jézus már elítélik, és keresztre is szegezik. Hogy véletlenül se történhessen meg az, hogy ő igazi királyként jelenik meg az emberek előtt. Értjük ezt az emberi gondolkodást. És hogyha ezt megértjük, akkor azt is megértjük, hogy ezek a farizeusok és ezek a főpapok szintén nem hitben jártak, hanem látásban. Ők úgy gondolkodtak, amit a szemükkel láttak, amit tapasztaltak, ami az önző, emberi, félresiklott hitük alapján ők kikalkuláltak a gondolataikkal. Ők nem látták azt, hogy Jézus nem azért jött Jeruzsálembe, hogy letaszítsa a trónról Heródes királyt. Ő nem azért jött a zsidó provincia fővárosába, hogy a római császárt semmibe véve őt is letaszítsa esetleg a trónról. Jézus nem király akart lenni, földi értelemben király. Ő azért jött, hogy szenvedjen, és meghalljon az emberiségért. Ő azért érkezik Jeruzsálembe virágvasárnap, mert neki meg kell halnia, hogy elhordozza a bűnös ember helyett a bűn büntetését. Félreismerték őt, főpapok és a farizeusok, mert nem hitben jártak, hanem látásban. És olyan érdekes, hogy tükröt tart korunk társadalma elő az ige.
Mert napjainkban is, különösen Nyugat-Európában azt láthatjuk, hogy félre ismerik és félre értik nem csak Jézust, hanem az egész kereszténységet. Már Magyarországon is sajnos láttuk erre példát. Ugyanis azt hirdetik, és az jön le az embereknek, hogy a kereszténység az egy vallás a sok közül. Ahogyan a főpapok Jézusra tekintve azt mondták, hogy ő egy lázadó a sok közül, ezért el kell némítani, úgy korunk meg azt mondja, hát maga a kereszténység egy vallás a sok közül. És a vallások szabad piacán az ember szabadon eldöntheti, hogy most a kereszténységet választja, vagy éppen a mohamedán vallás, vagy a buddhizmus, vagy a bármi más. Félre értjük Krisztust. Félre ismeri korunk, különösen Európában korunk nemzedéke magát a kereszténységet, a Krisztus követő közösségét. Olyan érdekes, hogy Európában, ahol jólét és bőség van, ahol az emberek azt mondják, minek ábrándozzanak egy halál utáni paradicsomról, mennyországra, amikor már itt a föld életben is mennyország és paradicsom van, mindent megvehetek magamnak, békében élhetek, hogy ezek az emberek, akik így gondolkoznak, mennyire eltávolodnak Krisztustól. És ők látják, ők vallják azt, hogy a kereszténység csak egy a sok közül. De hogyha elmegyünk Dél-Amerikába, vagy elmegyünk Afrikába, vagy Ázsia egyes vidékein, ahol tömegesen térnek keresztény hitre az emberek, mert nélkülöznek, mert kiszolgáltatottságban élnek, mert elnyomatásban élnek, mert az életükből hiányzik, úgy érzik, hiányzik az isteni kegyelem és szeretet. És vágynak egy olyan világba, ahol Isten uralkodik, nem pedig az emberi önkény. Ezekben a országokban, ezeken a kontinenseken dinamikusan nő a kereszténység. Ott Krisztusban látják az egyetlen utat az Atyához. Ott nem úgy tekintenek a kereszténységre, mint egy vallásra sok közül. Olyan érdekes, hogy ma már Magyarországon is találkozhatunk színes bőrű pappal. Mert pap hiány van. És lassan már ott tartunk, hogy Afrikából, meg Dél-Amerikából, meg Ázsiából jönnek ide misszionárusok és papok Európába, meg Magyarországra is, hogy kipótolják azt az űrt, amit a pap hiány okoz. A Krisztusra csak úgy tekintünk, mint egy vallás alapító a sok közül. A Krisztusra csak úgy tekintünk, mint egy nagy erkölcs tanító, prédikátor, akkor mi sem vagyunk jobbak a farizeusoknál és a főpapoknál. Akkor mi is félreismerjük Jézust. És mi is kerülhetünk olyan élethelyzetbe, amikor azt mondjuk, hogy inkább már nem kérünk Jézusból, választok helyette egy másik vallást, ami most jobban tetszik. Aki így gondolkozik, az nem hitben jár, hanem látásban. Mert aki hitben jár, aki megnyitja a szívét a Szentlélek előtt, annak szilárd alapokon áll a hite. Annak olyan belső bizonyossága van arról, hogy Krisztus azért a királyok királya, Krisztus azért a messiás király, mert tényleg ő Isten fia. Mert ő az egyetlen út az Atyához. Mert rajta kívül nincs üdvösség. Akiben a Szentlélek munkálkodik, az annak egyetlen út létezik. A Krisztusi út. Virág vasárnap, amikor megjelenik előttünk a Szamárháton érkező Jézus, nagyon fontos tudatosítani, hogy ő nem egy király a sok közül. Nem is egy próféta a sok közül. Nem is egy tanító a sok közül, sőt, nem egy lázadó a sok közül. Ő Isten fia, aki szenvedni és meghalni ment Jeruzsálembe. Hogy béke legyen Isten és ember között. Nem csak ott, abban a régióban, hanem tengertől tengerig, Eufrátesztől a föld végső határáig. És nekünk, Krisztus követő tanítványoknak ezt nem csak meglátnunk kell, nem csak tudatosítani kell ezt magunkban, hanem ezt nekünk hirdetni is kell az emberek felé. Abban a világban, amelyben az információ szabadon terjed, és amelyben a vallások közé sorolják a kereszténységet, és egy vallás a sok közül, egy világvallás. Nekünk igenis ki kell állnunk, felelősségünk és küldetésünk hirdetni ebben a világban. A kereszténység, Krisztus követés az nem egy vallás.
az egyetlen út az Atyához. Mert Jézus az Isten fia, a menny és föld ura, akiben összeérnek a világ vallásai, és aki által minden ember megtalálhatja az utat Istenhez. A mai igén keresztül mennyei atyánk rámutatott arra, hogy mi történik akkor, ha az ember nem hitben jár, hanem látásban. Hogyan lehet félreérteni Krisztust, amikor csak úgy tekintünk rá, mint a mindennapos gondjaink és problémáink megoldójára, aki vigaszt ad a gyászban, erőt ad, gyógyulást ad a betegségben. Meg megmutatta az ige azt is, hogy hogyan lehet félreérteni Krisztus, amikor ő rá csak úgy tekintünk, mint egy vallás alapítóra sok közül. Rámutat az ige arra, hogy ez nem jó út. A helyes út az, amikor hitben járunk, amikor a szívünket feltétel nélkül megnyitjuk a Szentlélek előtt, és kérjük az ő áldását, hogy formáljon át bennünket, hogy biztos alapokra helyezze a hitünket, hogy megláttassa velünk Krisztus király igazi valóját. Nagybőjt 6. vasárnapján nagybőjti időszak végéhez értünk. Jövő héten már nagy hét kezdődik. Ahhoz, hogy nagy csütörtök csodáját, Krisztussal való egyesülés csodáját, ahhoz, hogy nagypéntek tragédiáját, és ahhoz, hogy a húsvéti feltámadás örömét átérhessük, ahhoz, lássuk be testvéreim, hitben kell járni, és nem látásban. Ahhoz a szívünkre, a lelkünkre, a hitünkre van szükség. Ezért tanít bennünket ma mennyei atyánk nagy hét küszöbén arra, hogy hitben járjunk, és ne látásban. Engedjük, hogy a Szentlélek munkálkodjon bennünk. A szívünkkel tekintsünk Krisztusra, aki Szamárháton jön Jeruzsálembe meghalni értünk. A Szentlélek Isten segítsen ebben bennünket. És tegye teljessé számunkra nagy hét áldásait és örömeit, hogy növekedhessünk hitben, fel egészen Krisztusig. Amen. Gyertek testvéreink, fennállva, egy csendes percben, egyéni imádságainkkal válaszoljunk Isten megszólító igényére. Köszönjük Jézusunk, hogy ma is szóltál hozzánk. Köszönjük, Urunk, hogy tanítasz, hogy figyeljünk arra oda, hogy hitben járjunk és ne látásban. Sokszor beleesünk ebbe a hibába. Sokszor a szemünknek hiszünk. Sokszor az értelmünkkel akarjuk megoldani gondjainkat, bajainkat. Sokszor rád is csak úgy tekintünk, mint akitől azt várjuk, hogy egy boldogabb életet adjon nekünk, mert egyébként annyira sanyarú a sorsunk. Urunk, köszönjük neked, hogy tanítasz minket arra, hogy meglássuk benned az életünk megmentőjét. Azt, aki egyetlen útként jelenik meg előttünk az Atyához. Köszönjük, Urunk, hogy te a legfontosabbat adtad meg nekünk. Hogy Teremtő Istenünket Atyának szólíthassuk. Hogy úgy fogalmazhassuk meg imáinkat, hogy már nem szolgák vagyunk, hanem a te örökös társaid, testvéreid, az Atya gyermekeid. Urunk, megváltó Krisztusunk, ezt neked köszönhetjük. És azt is köszönjük neked, hogy segítesz meglátni azt, hogy ha még nehéz is az életünk keresztje, hogyha szenvednünk is kell gyásztól, betegségtől, próbatételektől, magánytól, nélkülözéstől, akkor is te ezekben a szenvedésekben jelen vagy, és eszközeid lehetünk, és áldásodat élhetjük meg a legnagyobb mélységben is, velünk vagy, és velünk hordozod a kereszt súlyát. Áljuk ezért szent nevedet, Urunk. Hozsannát zengünk neked. Imádkozunk, Urunk, gyermekeinkért, unokáinkért, akik egy olyan világban nőnek bele, ahol az információ még gyorsabban terjed, mint évtizedekkel ezelőtt. Egy olyan világban nőnek bele, ahol minden relatív, ahol a kereszténység is egy választható opció a vallások palettáján. Imádkozunk gyermekeinkért és unokáinkért, és minden Isten keresőért, Urunk, segíts meglátni nekik
Nincs más út Istenhez, csak Isten van. Hogy benned érnek össze a vallások, hogy benned ér össze minden, amit Isten erre a világra teremtett. Az ő szent akarata. Vigyázz gyermekeinkre, Urunk! Erősíts bennük a hitet, és vezesd őket életük útján végig. És imádkozunk, Urunk, minden szenvedő testvérünkért, betegségben szenvedőkért, a gyászolókért, a nélkülözőkért. Segítsünk nekik is meglátni azt, hogy tőled megkaphatják a bűnbocsánat, kegyelmi ajándékát. És hogyha neked tetszik, akkor megkaphatják a gyógyulást, a vigasztalást, a bátorítást, az útmutatást is. Áldott legyen, Urunk, szent neved, amért te szerető szívvel fordulsz felénk, és teljesített kéréseinket. Drága Jézusunk, ne hagyj el bennünket soha. Erősítsd hitünket, és kérünk te teljessé nagyheti és húsvéti ünnepi alkalmainkat, lelked ereje által. Amen. De ti azért így imádkozzatok. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves testvéreim, foglaljuk el most a helyünket, és egy közös éneklésre hívjuk a testvéreket Virágvasárnap alkalmából. Az az ének, amit az elején csak úgy felvillanás szerűen mutattunk meg, és hát elénekeltük az első verszakot. Ezt szeretnénk, ha közösen elénekelni. Ki lesz vetítve a képernyőre a szöveg? Bakó Torina, a ifjú testvér fog bennünket vezetni az éneklésben, a mikrofon előtt, illetve gyülekezetünk zenekara, nem teljes létszámmal, de a jelenlévő zenekara fog bennünket kísérni. Előre is köszönöm nekik a szolgálatot. Addig talán elmondom azt, hogy több éneket is gyakorol a zenekarunk, és szeretnénk színesíteni gyülekezetünk zenei kultúráját, Isten dicsőítő énekeit, olyan énekekkel, amik a fiatalok számára könnyebben megtanulható. Természetesen ezek az énekek nem helyettesítik a fekete énekeskönyvünk énekeit, az reformátusságunk elengedhetetlen részét alkotják a fekete zsoltáros könyvünk énekei, de az új énekekkel ki tudjuk fejezni nyitottságunkat is, és azt, hogy igenis haladunk a korban, és hát elengedhetetlen a modernizálás bizonyos szempontból. A tartalmukat tekintve mindegyik biblikus tartalmú, Isten dicsőítő, krisztusi ének. Köszönjük, akkor megoldódott a technikai probléma, a zenekar kérünk. Oh,
Köszönjük szépen! És nagyon örülök, hogy a gyülekezet is énekelt, és ilyen szépen zengett ez az ének. Köszönjük a szolgálatát a Hajnal Csillag zenekarunknak, és máskor is számítunk. Nem szükséges tapsolni, mert az Urat magasztaljuk, és nem azért, hogy emberek tapsát kivívjuk, hanem a hálánkat és az örömünket fejezzük ki ezzel. A hirdetéseket hallgassuk meg most. Mindenek előtt az adakozás hirdetném, hiszen ez Isten tiszteletünk része, és Isten iránti hálák kifejezésének egyik eszköze. A Biblia tanít bennünket adakozni az ige szavával, a jótékonyságról és az adakozásról pedig el ne feledkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten. Hirdetem a testvéreknek, mindenek előtt hirdetések vannak, igen. Megjelent gyülekezeti újságnak a magvető legfrissebb húsvéti száma. Vigyünk belőle nyugodtan magunknak is, és vihetünk olyanoknak is, akikről tudjuk, hogy esetleg érdeklődnek gyülekezetünk felé, vagy Isten keresésükben szolgál, eszköz lehet az újságunk, használjuk az újságot, mint missziós eszköz. Születésnaposainkat is szeretném köszönteni. Mindazokat, akik az elmúlt héten ünnepelték születésnapját. Azt úgy nézem, hogy nem frissítettem a születésnaposok listáját. Tímla, téged már köszöntöttelek múlt héten. Igen, akkor most azokat köszönteném, akik az elmúlt héten ünnepelték. Esetleg van olyan, aki ilyen tudja jelezni nekünk, hogy kinek volt múlt héten születésnapja, akkor név szerint is köszönteném. Isten éltesse sokáig születésnapja alkalmából. Örülünk, hogy itt van, és a születésnapját Isten tiszteletben is ünnepli. És hát további áldást kívánok mindazok életére, akik születésnapjukat ünneplik. Hirdetem a testvéreknek a nagyheti alkalmainkat. Jövő héten csütörtökön este 6 órakor tartunk egy úrvacsorás istentiszteletet, amely az eddig évek hagyományai szerint ilyen hagyományos úrvacsorás alkalom lenne. Ez azt jelenti, hogy kerek nagy lepény kenyeret fogyasztunk, ilyenkor kézről kézre adjuk, körbeülünk egy asztal, és nagy kenyerből isszuk a bort, megpróbáljuk a magunk eszközeivel és lehetőségeivel megeleveníteni a nagy csütörtöki eseményeket. Tehát ez csütörtökön 6 órakor lesz itt a gyülekezeti termünkben. Pénteken délelőtt 10 órakor tartunk nagypénteki istentiszteletet. Ez az eddigi évek gyakorlatától eltér, mert még mindig este tartottuk az alkalmainkat, ugye vendégek voltunk az evangélikusoknál, de most már mivel saját otthonunk van, ezért tudjuk délelőtt 10-kor tartani az Isten tiszteletünket, és így azok is el tudnak jönni, akik esetleg elutaznak hétvégére, részt tudnak venni az nagypénteki alkalmunkon. Húsvét vasárnapján reggel 8:30-kor Nagytartsán tartunk ünnepi úrvacsorás istentiszteletet, utána 10 órakor itt Csömörön, és húsvét hétfőjén ismét legátus fog szolgálni közöttük, legátus fogja hirdetni a feltámadás örömhírét, Fille Péter, negyedéves teológus hallgató, akkor fogunk megismerkedni vele, ő hamarabb nem szolgál közöttünk, de fogadjuk szeretettel az ő érkezését. Hirdetem a testvéreknek a nyári alkalmak előtt, van egy kérdőívünk, egy tájékozódni szeretnénk, gyülekezeti alkalmaink lesznek az elkövetkező időben, amelyekhez szeretnénk tudni előre, hogy körülbelül hány főre számíthatunk. A tervezéshez, szervezéshez szükséges ez. Készítettünk egy ilyen tájékozódó lapot, ezt a kijáratnál osztom azoknak, akik még nem vittek el magukkal, akik meg elvitték, azokat kérném, hogy minél hamarabb hozzák vissza, köszönöm azoknak, akik már visszahozták. 4 olyan programunk lesz az elkövetkező időszakban, amelyek rendkívüli alkalmak, és ezek is hírt adunk ezen a lapon. Május 1-én Bokréten ünnepet tartunk, ami azt jelenti, hogy templomunk egy olyan fázishoz ér, amikor tulajdonképpen elkészül a szerkezetkész állapota, és ezt megünnepeljük. Lehetőségünk lesz május 1-én bemenni a templomba, körbe tudjuk járni az eddig elkészült helységeket, és tartanánk is ott egy rövid áhítatott imádságot a magában a templom térben, persze még állványok és szerszámok között.
És aztán utána itt szeretett vendégséggel közösen együtt töltenénk ezt a május 1-i napot. Nem majálisról van szó, inkább egy hálaadó családi, gyülekezeti együttlétről. Kicsiket és nagyokat egyaránt várunk, bográcsos ebéddel készülünk, süteményt üdítünk, természetesen szeretettel fogadjuk, meg segítséget is. Jöjjünk, legyünk itt minél többen, beszélgessünk, töltsük együtt ezt a napot, nézzük, járjunk a templomunkat. A másik ilyen programunk, amihez felmérni szeretnénk a gyülekezet részvételét, május 18-án Debrecenbe megyünk, a Magyar Református Egyháznak egy egységfesztiválja lesz. Ez is egy egésznapos program, személyautókkal utaznánk, egy önköltségi program, ez azt jelenti, hogy mindenki egyénileg oldja meg az ebédjét, a költségeit. Az utazásban tudunk segíteni, közösen mennénk egy kis csoporttal, Isten tiszteleten veszünk ott részt, megismerkedünk más gyülekezetekkel, ez egy egész jelentős nagy rendezvény egyházunk életében, tehát ez május 18-án lesz. Június 15-én családi napot szervezünk, hasonlóan május 1-jéhez, csak egy kicsit gazdagabb programokkal, előadókat hívnánk meg, olyan ismert személyeket, akik reformátusként bizonyságot tennének a hitükről, beszélgetnénk velük, illetve itt is, itt korcsoportos bontásban a kicsikkel is foglalkoznánk, a fiatalokkal is, meg az idősebbekkel is, a felnőttekkel is. Egy egész napot töltenénk együtt, erre is hívjuk a testvéreket. És július 15-től 21-ig pedig egy buszos kirándulást szervezünk Kárpátaljára. Festett kazettás templomokat szeretnénk meglátogatni, gyülekezetekkel megismerkedni, felvenni a kapcsolatot. Több szempontból is, egyrészt mi reformátusok ritkán megyünk zarándokútra, de egy ilyen festett kazettás templomtúrát vehetünk akár egy ilyen zarándoklatnak is, megnézzük, hogy református eleink évszázadokkal ezelőtt hogyan fejezték ki például hitüket, Istenhez tartozásukat. Ugyanakkor azért is szervezzük ezt az utat, mert a mi templomunkban is lesznek ilyen festett kazetták, és ezen az úton is fogunk olyan templomba járni, ahonnan szeretnénk egy-egy mintát elhozni, és azt a mintát megeleveníteni itt a saját templomunkba. És most már időben vagyunk, hiszen nem sokára már a kazettákat már el kell kezdeni készíteni, hogy a felszentelés, templom felszentelésére is meglegyen. Ez július 15-i héten lesz. Ezzel kapcsolatban lesz egy részletesebb tájékoztató is, amin a testvérek a költségeket is láthatják. Jelen állás szerint étkezéssel nem számolva utazás és szállás körülbelül 20 000 forint per főre jön ki, e fölött lenne az étkezés költségének az egyéb kiadása, tehát viszonylag egy olcsó kirándulásról van szó, itt több napos, egy ötnapos kirándulás lesz. Kiáratnál osztjuk ezeket a lapokat, aki még nem vett ilyet, azt kérjük, hogy vigyen magával és hozza majd vissza kitöltve. Nyári alkalmaink vannak a képen, május 24-én ifi táborunk lesz, Gárdonyba megyünk a fiatalokkal, azon a vasárnapon vendége illető fog szolgálni Rózsa Katalin személyében. A festett kazettás templomtúráról most beszéltem, illetve augusztus 4-től 7-én lesz az apafia kerutúránk, amelyre az apákat a fiakkal várjuk, Bodrogon fogunk most nevezni. Következő hirdetésünk az adó 1%-áról szól, Református Egyházunk technikai száma 0066. Kérnék mindazok felajánlását, hogy akik nem fizetnek adót, vagy minimális adót fizetnek, azok is jelöljék be az egyház technikai kódját, mert számít a létszám is. Az kormányzat úgy osztja, és a magyar állam úgy osztja ki a normatívákat, hogy mennyi felajánlás érkezett darabszámra. Nem csak az összeget nézik. A következő hirdetésük a templom belső berendezési tárgyaira hirdetett adománygyűjtés. Pinti Rédu a presbiter testvérünknél, pénztárosunknál lehet a befizetéseket megtenni. Édu, egy pillanatra állj föl, kérlek, mert többen is kérdezték, keresték, hogy kinek lehet. Édu Ádnál lehet jelentkezni, aki szeretne adományt adni, és köszönjük az eddigi adományokat is. Szeretett vendégségünket is hirdetem, a mai napon Szennyesi Judit presbiter testvérünk szolgál, illetve most látom, hogy a háttérben ott van a lánya, Sándor Andrea és unokája, Kovács Ákos is, meg a másik unoka, Kristóf is. Isten hozott benneteket is. Köszönjük a szolgálatot nektek, a szeretett vendégség szolgálatát. Ehhez kapcsolódik a KVT adománygyűjtésünk is, amit ugye összekapcsolunk
játszik, most látlak, hogy te is itt van, játszik téged is. Így valahogy megbújtál, hogy a látókörből. A KVT adományainkat, a mostani gyűjtésünket a Zsugoki Református Áruház számára gyűjtjük, és ezért is van ez a szeretett vendégség szolgálat, hogy ezzel is az adakozást segítsük. Illetve húsvét utáni időszakra, májusra várnánk jelentkezőket, akik szívesen végeznének szeretett vendégség szolgálatot. Kérem, nekem jelezze az, aki ebben vállalna, tehát hogy ezt vállalná. Köszönöm, és a végére értünk a hirdetéseknek. Igen, a YouTube-on fönt megtaláltok az Isten tiszteleteink, a nagybőti igehirdetések is mind fel vannak már töltve. Igéskártyákat köszönöm, akik visszahozták, és akik hozzák még ezután, azoknak is köszönöm. És más hirdetés nincsen, a magvető újságkönyv a kijáratnál, például a versenyvelet megtalálható. Köszönöm a figyelmet és a türelmet. Isten tiszteletünk végére érkeztünk. Gyertek testvéreink, fennállva hallgassuk meg még egyszer azt az igét, amelyen keresztül szólt hozzánk ma mennyei jó atyánk. Így szól az ige, hitben járunk, nem látásban. Fogadjuk Isten áldását. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon néked békességet. Ámen. Foglaljuk el a helyünket. Záró énekként a 464-es számú dicséret, mind a 6 versét énekeljük. A 464. számú dicséret, mind a 6 verszakát. A 464. számú dicséret így kezdődik. Jöjj királyom, Jézusom, szívemet, ímet.